szakadol oda bent, aztán napról napra egy apró gond olyan nagyra nő, hogy át sem éred már. Izgalmas, és engedjék meg, hogy az egyik ötletét és az egyik novumát ennek a produkciónak kibontsam. Ugye létrejön egy előadás Nyíregyházán, létrejön egy előadás Kaposváron. Az alapkoncepció ugyanaz, amelyet ugye Vajk a rendelkezésünkre bocsájt, tehát megszerzi mind a két színház a jogokat. Én azt gondolom, hogy Nagy Sanyi személyében egy kitűnő rendezőt kapunk, és nem is volt kérdés, amikor direktor úr felvetette, hogy kirendezze, hogy ezt én elfogadom-e vagy sem, mert az ő személye azt gondolom garancia arra, hogy ez egy szuper előadás lehet. Elkészülnek a jelmezek Nyíregyházán és Kaposváron is, és lesz két szereposztása a darabnak mind a két színházban. A kaposvári előadás egy picit talán azért speciálisabb, mert a harmadik koprodukciós partnerünk, a Pécsi Nemzeti Színház fogja adni a színészek egy jó részét. Én azt kértem Lipics Zsolt direktor úrtól, hogy tegyen javaslatot a szereposztásra, és tegyen javaslatot arra, hogy mely pécsi művészek fognak majd ebben az előadásban megjelenni. És az igazán izgalmas itt kezdődik, hiszen a nyíregyházi nézők és a kaposvári nézők ugyanazt az előadást háromféle szereposztásban láthatják. Tamással egy olyan szóbeli megállapodásunk is már megszületett, hogy ha elkészülnek ezek az előadások, akkor becsempészünk az eredeti produkcióból egy-két sztárszínészt a főszerepekre. Esetleg Vajkot, vagy esetleg Sanyit is megkérjük arra, hogy a főszerepeket ők játsszák el. De természetesen az eredeti produkciónak minden szereplőjét nagy szeretettel várjuk majd Nyíregyházán is és Kaposváron is. Alapvetően nagyon hiszünk a non-replika rendezésben, tehát hogyha mondjuk külföldről megkap valaki egy darabot, vagy annak a jogait, és a saját képére formálja, azt is nagyon szeretjük, de nagyon hiszünk abban is, hogyha van egy rendezés, amit csak replikában lehet csinálni. És mi ezt már régen beszéltük a Vajkal, hogy tulajdonképpen azon nagyon nagy mázli, hogy ő írta ezt a darabot, hogy pont tegnap pont erről beszélgettünk, hogy patika mérlegen van benne minden. És igazából ezt lehetne biztos így is, meg úgy is, meg amúgy is megrendezni, de az, amikor az író, aki rendezni is tud, rendezi meg a darabot, az azért szerencsés, mert akkor minden a helyén van. És tulajdonképpen a darab sikere is valószínűleg tartom, hogy ez a bizonyos patika mérleg, ez nem billen el soha semmilyen irányban, egyik jelenetben, vagy sztoriban, vagy szereplővel kapcsolatban sem. És én a Vajk rendezését fogom színpadra állítani, és nekünk alapvetően hogy a koncepciónk is az, hogy mind Kaposváron, mind Nyíregyházán, és már a meglévő játékszínes előadásban tulajdonképpen ugyanaz a sztori, és ugyanazok a gegek, és ugyanazok a poénok és helyzetek szülessenek meg. Pontosan azért is, mert hogyha esetleg tényleg lehetőség lesz arra, hogy a színházak között esetleg a színészek is cserélődjenek, és én ezt egy nagyon izgalmas vállalkozásnak tartom. Én nagyon hiszek az egységben és a csapatmunkában. Ha már itt a futballt említetted, az sem működik, csak hogyha együtt van 10-12 ember, vagy 10, nem is tudom, nem értek a focihoz, de általában 11, igen, tehát a kettő között. Szóval a lényeg az, hogy én nagyon hiszek abban, vidéki lévén és kisvárdai születésű lévén, hogy igenis Pestnek meg kell mutatni magát vidéken, és vidéknek meg kell mutatni magát mindenhol, és Pesten is. És én nagyon szeretem azt, a fajta közönséget, és most is beszéljünk a közönségről is egy picit, hogy ugye mi a Legénybúcsút is játszottuk itt is, játszottuk Kisvárdán, és játszottuk még pár vidéki városban, és azért az fantasztikus, hogy a vidéki szív, az még mindig vidéki szív. Három vidéki színház között történik egy koprodukció, és én azt mondtam az uraknak, az igazgatóknak, hogy milyen jó lenne, ha játékszín is ebben együtt tudna működni. Ezért én azt gondolom, hogy nagy szeretettel hívom meg természetesen a kaposvári, a Nyíregyházi és a pécsi előadások a játékszínbe, és a játékszín meg nagy szeretettel megy vidékre játszani, mert nagyon fontosnak tartom, hogy a vidéki színészek megmutassák magukat Pesten, és a pesti színészek megmutassák magukat vidéken. Én szerintem akkor történik meg az, hogy végül is minden
magyar ember lát mindenféle színészt, pestit, vidékit, és ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy ne kategorizáljuk be, hogy vidéki színház és pesti színház. Színház van, jó színház van és rossz színház van. Én azt gondolom, hogy vidéken ugyanúgy fantasztikusan születnek fantasztikusan jó előadások, és Pesten is születnek rossz előadások. Ez egy nagyon fontos. És egy dologról nem beszéltünk, ugye arról beszéltünk, hogy itt a két főszereplő úr itt ül a szélén, aki tulajdonképpen nálunk a játékszínben a két főszerepet játsza. De a Vajk nem csak a főszerepet játsza, és ezt tartom talán az egyik legfontosabb dolognak, hanem ezt ő írta, ezt a darabot. Tehát itt él közöttünk egy élő író, aki ezt összerakta, és méghozzá nagyon nagy sikerű darabot írt. Amikor én ezt elolvastam, én azt mondtam, hogy rögtön be kell mutatni, mert olyan nagy sikert mertem remélni benne, ami így is történt. Én talán 60-70. Adásnál tartunk Budapesten, de tarthatnánk 120-nál is. Én reményeim szerint ezt évekig fogjuk játszani Budapesten. Egy kalandvágy volt az ihletője, mert arra gondoltam, hogy vajon milyen lenne megmártózni a vigyátékírásban. Egy olyan vigyátékban, ahol nem szól a zene, ami nem musical, és ez a kíváncsiság vezérelt engem arra, hogy elkezdjem az első mondatokat papírra vetni, és aztán persze jönnek bele olyan dolgok, amik valami fajta megtörténtséggel bírnak a Sanyi és az én barátságunkban, de ezek azért javarészt a fantázia szüleményei természetesen, de mégis úgy az alján ez az őszinte szép barátság azért a mi kettőnk barátságát példázza. Hát ez egy férfi előadás tulajdonképpen, attól függetlenül, hogy nők is játszanak benne. Igen, azt hiszem, hogy ez egy férfi előadás, de közben pedig nagyon klasszak és szeretnivalóak a női szerepek ebben az előadásban, mert sok mindent megtudunk róluk, hogy milyen őszinte szeretettel tud lenni mondjuk egy mennyasszony a vőlegénye iránt, vagy hogy milyen vonzalommal, ragaszkodással tud lenni valaki hosszú évek távlatából. Úgyhogy persze megtalálják majd a férfiak is és a nők is az örömüket ebben a darabban. Szerintem nagyon fontos lesz a következő időszakban a színházi szórakoztatás, és ez félreértés ne essék. Ez nem egy partalan szórakoztatást jelent, ez azt jelenti, hogy tartalommal töltjük meg ezt az estét is, de ez a tartalom, ez jól eső tartalom lesz. Így lehet a közönséget visszaszerezni talán a színháznak. Azt, hogy a közönséget vissza kell szerezni, azt egyelőre sajnos még nem tudjuk. Remélhetőleg a következő pár hét eseménye lesz az, hogy a színházak elkezdik kinyitni a kapuikat, hogyha máshogy nem, akkor a nyári színházakban, és akkor nagyon sok tapasztalatra fogunk szert tenni, hogy a nézők mennyire vágyják a kultúrát, mennyire merik vágyni most a kultúrát. Hogyha még félelemmel lesznek, akkor természetesen egyrészt nekünk is meg kell vizsgálni azt, hogy ez a félelem jogos-e még, hogyha jogos, akkor várnunk kell. Hogyha pedig úgy érezzük, hogy biztonságban a színházba jönni, akkor minden eszköz meg kell ragadni ahhoz, hogy a nézőket arra búzdítsuk, hogy visszajönnek a színházba. Ennek egy jó lehetősége természetesen a legénybúcsú is, mert egy közönségvonzó téma is, és azt hiszem, hogy egy közönségvonzó előadást lehet belőle csinálni. Nem tudom, hogy Nagy Sándornak volt-e már része ilyen legénybúcsúban, megélte a való világban, a való életben? Nem volt még legénybúcsúm, de most majdnem azt mondtam, hogy remélem, hogy ha lesz, az legalább olyan színes lesz és érdekes, mint ez az előadás. Azért van benne... A közreműködő már voltam legénybúcsúban. Legutóbb a Fekepali barátom legénybúcsúját szerveztük meg, úgyhogy annó pár évvel ezelőtt éjfélkor elraboltuk őt egy páron, és elvittük Horvátországba egy kis busszal, és nagyon csodálatos és vicces volt, és rengeteg komikus helyzet származott abból is. Hát itt a darabban azért van egy-két olyan momentum, amit én nem szeretnék, hogy az a legénybúcsúban megtörténhet, például az, hogy az egyik főszereplő eljátsza a kaszinóban a lagzipénzt, tehát hogy azért ez egy elég nyomós érv, azt hiszem, hogy ilyet nem szeretnék. A barátság talán a főszereplője ennek az előadásnak, ami legendásan élő Szente Vajk és Nagy Sándor között, ez lehet az alapja, vagy a bizalom, a közös látásmód, a kulturális egyezések abban, hogy rád bízta az előadás? Biztos vagyok benne, hogy az, hogy mi az életben is barátok vagyunk, az nagyon sokat számít, és az is nagyon sokat számít, hogy egyet gondolunk a színházról. Ugye ez a, ha jól emlékszem, 2008-ban volt egy magyar musical-es pályázat a Madách Színházban, amiben a Csoportterápia című előadás nyerte el a fődíjat, amit szintén Vajk írt, és játszottunk is benne együtt, és ott kezdődött el az a kohézió, ami a mai napig tart, és remélem még sokáig, hogy a barátságon túl a színház
színházról, a színészetről, arról a fajta közlésről, amit mi képviselünk, arról elindult egy olyan, vagy azzal elindult egy olyan folyamat, aminek az eredménye az is, hogy most itt vagyunk együtt. Felsábbat, mi?